Sziasztok! Egy kinti részen jelentkezem most. Ez itt a fügebokor. Elképesztően nagy, egyszer elfagyott, anyukám többől visszavágtanom, most ezután ő úgy gondolta, hogy nem, mégsem fa lesz, hanem bokor. Tree? I am no tree. Ami csodálatos, hogy ontja magából a fügéket. Azt például tudtátok-e, hogy a fügebokor előbb kezdi el hozni a kis gyümölcsöket, mint a leveleket. Tehát ő még pár hete teljesen csupasz volt, és megjelentek a kis bogyókák, a kis fügék, és azután jött a híres fügelevél. Előbb esett, úgyhogy beáztattam a mosást. Itt vidéken nekem nincs mosógépem, úgyhogy kézzel mosok, mint Attila édesanyja. Csak ment és teregetett Néma. Pár napja kaptam egy koktél cseresznye. Nein? Meg pár napja kaptam egy koktél paradicsom palántát a szomszédasszonyomtól, és ő nekem megsugott egy iszonyatos pro tippet, hogy hogyan lehet lehető legjobban és paradicsom palánta kedvezőbben előtetni a paradicsom palántát, úgy, hogy aztán dőljön belőle a pici paradicsom, és ez a paradicsomfajta, hogyha így elültetem, akkor például novemberig fogja nekem hozni a kis cuccokat, ami azért annyira nem rossz, és mivel tegnap egész nap esett, ezért úgy gondoltam, hogy rigók. You talking to me? You talking to me? Megmutatom nektek, hogy mi az a tipp, amivel érdemes előtetni a palántát. A szőnyeg, ez a fügefa bokor. Hát ja. Na mindegy, felveszem a kertész szettemet. Ez a körömvirág, ha nem ismernétek. Ilyen kis elképesztően cuki-muki napsárga virágocskái vannak. Nagyon szeret itt lenni, mint a mellékelt ábra mutatja. Teraszról le van öllöttyintve mindig egy kis vízzel. És kávézatszal. Wow, what? Azért jó, mert a kávé, a kávézatsz savanyítja a földet, és nálunk eléggé agyagos, és azt vettük észre, hogy nagyon szeretik például a körömvirág, amikor így lelottyintjuk itt. Tervezzétek el, hogy hova szeretnétek ültetni a palántát. Olyan helyre érdemes ültetni a palántát, ahol napéri, de néha kap egy kis árnyékot, és mindig meglocsolod. Ugyanis az elején azért szüksége van még a gondoskodásodra. Cookies need love like everything does. Este locsolunk, vagy kora reggel, jó kora reggel, de én nem vagyok egy morning person. Reggel van, felkelt a nap tiszta. Menjünk le! Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató. Maradjanak otthon! Először is szükségünk lesz vízre. Akkor jöjjön a csatorna első unboxing videója. Kaptam csomagot. Még egy zacskó. A csomók. Jó. Ez száraz kaki. Trágya. Guánóban. Jó, ebből azt az instrukciót kaptam, hogy ezt ne használjam el, mint. Egy virágfölddel állunk szembe, ha jól látom. Kompozálná. Ebből se használok el mindent. Na, mi ez a szerkezet? Elmondom. Medence fólia, ami a kertetekben van ilyen kis dísztó, hogyha csináltok. Ez egy ilyen tipje a szomszéd asszonyomnak. Múltkor mentem így szomszédolni, vittem meccs sört, kaptam palántát. Csodakereskedelem, ójjel. Ő például hulladékot hasznosít fel, tehát maradt egy csomó fóliája, és nem kidobta, hanem felhasználja. Ez egy tizen akárhány éves vásárlás után megmaradt fólia, és ez például ez egy tök jó tipp, és egy tök jó gondolat, hogy ne dobjatok ki semmit, később jó lesz. Egy vastag, és egy masszív anyag.
koktélyen ennyit levágott, félbehajtotta, összegem kapcsolta az alját. Összegem kapcsolta, ugye, az Lukas, és a tetejét visszafordította. Ez lesz majd a teteje. Itt, innen fog kiállni a palánta, és ez lesz az alja, ezt így egy picit így visszahajtotta, hogy hullámos legyen, és akkor majd én ide lukakat szúrok, ugyanis ezen keresztül levegőzik a palántánk. Volt egy gondolatom. Egy gondolat bánt engemet. Gondolj, gondolj, gondolj! Fogalmam sincs. Egy nagyon masszív anyag, és ezt többször is felhasználhatjátok. Ősszel véget ér már a szezon, akkor ki tudjátok szedni, elrakjátok szépen a faházba, vagy bárhova, és legközelebb tavasszal újra elő tudjátok venni. A paradicsompalántának megfelelő méret. Ha mondjuk cukinit akartok palántázni, vagy valami nagyobb, komolyabb méretű zöldséget, akkor ennél egy kicsit nagyobbat csináljátok. Megvan, mit akartam mondani. Congratulations! 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 Hogyha van ilyen kutyakaja zsákotok, tudjátok, ez a jó nagy, amiben így vesztek 10-15 kiló kutyakaját, vagy macskakaját, vagy bármilyen olyan zsák, sittes zsák, vagy... Na, értitek? Tök jó, ugyanolyan jó. Az a lényeg, hogy fel tudjátok használni azt, amit már szemétnek gondoltok. És nem kell kidobni, hanem használhatjátok. Ez a lényege az íróvésznek. És egyesült hatalmamnál fogva én vagyok a bolygó kapitánya. Éjjel a kapitány! Hátra fogunk menni, és szerzünk mit? A show-nak a sztár vendégét! Csalán! Na, menjünk hátra! Ez ahhoz hozzátartozik, hogy pár nappal ezelőtt anyukám kiásott egy gödröt. Elkezdtem locsolni, és hogy puhítani ott a földet, és egyre mélyebb és mélyebb került a víz, így könnyebb kiásni. Miért kell ilyen mélyre ásnunk? Mert ez egy fólia, tehát minden pozitív tulajdonsága mellett, hogy ugye ebbe rakjuk bele a palántát, a trágyát, a virágföldet, a csalánt, tehát neki lesz egy saját kis szobája. Mindemellett ugye ő tartja a hőt is. Azért kell mélyre ásni, hogy hűs legyen, és mindig kapjon nedvességet. Ugye lejjebb azért jobb idő van, mint fönt. Kikér egy kis csoki fagyit. Megágyasztunk neki, akkor most csináljunk neki egy kellemes kis párnát és paplant. Elfelejtettem kiuggatni ezt a fóliát. Végigmentem egy ilyen régi szöggel. I'm such a pro still. Folytassuk! Volt a cseripalánta ültetés, remélem tetszett. Melyik oldala van? Itt Maricska huculka voltam, ezt sem mondtam még eddig. Hogyha ezt a gombot látjátok itt megjelenni, ezt a kereket, akkor itt fel tudok iratkozni Maricska huculka csatornájára.
itt pedig egy másik videót kínálok nektek. Legyen szép napotok! A palánta legyen veled!